2013-ban Egerben rendezik a víz alatti hoki világbajnokságot, a medence alján terelt korong sportját Angliában eszelték ki, alapvetően búvárok űzik, három méter széles kapukra lőnek a hattagú csapatok, nálunk is van már három klub, a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke Nyíri Iván jön már is a tudnivalókkal, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kivel kellett megküzdeni és hogy sikerült megnyerni ezt a VB rendezési jogot? Hosszú folyamat volt, körülbelül egy éves munkája van benne a Magyar Búvár Szakszövetség vezetésének. Tavaly úgy tűnt, hogy vagy Hollandia, vagy Dél-Afrika tudja elvinni a rendezési jogot. És hát aztán, Amely országok előrébb járnak ebben a sportágban? Hát annyiban előrébb járnak, hogy mint középiskolás, mint főiskolás bajnokság van, illetve nemzeti bajnokság van víz alatti hokiban. Magyarországon, ahogy említette szerkesztő úr, összesen három csapat van eddig, tehát reméljük, hogy a Világbajnokság után azért sorra fognak alakulni a klubok, úgyhogy Hollandiával és Dél-Afrikával kellett megküzdeni. Úgy tűnt, hogy végül is Dél-Afrika lesz a nyerő, és végül is Eger azzal tudta megnyerni, hogy két medencét ajánlott a világbajnokság időszakára, és ez végül is eldöntötte a, a versenyt. Na most ez magának nem mindegy, és nagyon fontos, mert támadásban van a Búvár a elnöki posztjáért is. <s> Igen, így van, de hát Egernek sem mindegy. Tehát az, hogy Egerbe jön egy 600-900 embert sportolót megmozgató világbajnokság, ez azért Magyarországnak is Egernek is egy fantasztikus lehetőség. Talán a, a török járás óta ez lesz a legnagyobb megmozdulás Egerben ha bár akkoriban örültek volna, hogyha a törököket sikerül víz alá vinni. Hát végül is sikerült, ahogy a történelem. Igen. Igen. Na most, ha erre a sportágra nézünk egy pillanatra, ezt gyakorlatilag, ezt a vízalati hokit, ezt mondhatjuk, hogy unatkozó búvárok találták ki? Nem unatkozó búvárok, hanem nagyon okos vezetők. Az történt ugyanis, hogy az 50-es években, ugye a második világháború vége után az a sok búvár a Angol, illetve az amerikai hadseregben gyakorlatilag tevékenység nélkül maradt. Viszont fenn kellett tartani valahogy a, a képzettséget, illetve a fizikai állóképességet. Úgyhogy az angol hadsereg vezetése találta ki, hogy hadseregbajnokságot rendeznek víz alatti hokiban. Pillanatok alatt elterjedt az angol világban, Ma például Új-Zélandon, Ausztráliában a rögbi után a víz alatti hoki a legnépszerűbb sport. De hát említhetném Dél-Afrikát, Hollandiát, Angliát és és még egy sor éjszaki országot. Kemény sportág. E, azt gondolná az ember, hogy ta, talán gyöngyhalászoknak lenne a legjobb, nem? E, Veszek egy le levegőt, nem vagyok öt percig, visszajövök. Lehetséges, de e, amit a nézők, illetve nem beavatottak nem nagyon látnak, vagy nem nagyon tudnak, hihetetlen taktikai sport. Tehát itt hat embernek kell szavak nélkül úgy együttműködni, víz fölött, víz alatt, hogy végül is a korong az bekerüljön az ellenfél kapujába. A pontos nem cseréknek sport. itt aztán rettenetes jelentősége van. Így van. Ez így van, ez így van. Na most mennyire vagyunk mi ezzel a három klubunkkal, ettől a délafrikai, francia, ausztrál, holland, brit világelittől? Egyelőre nagyon messze nincsenek jó edzőink, tehát akik mondjuk két-három nemzeti bajnokságban tapasztalták azt, hogy taktikailag, fizikailag, állóképesség tekintetében, hogy kell irányítani a csapatokat, felkészíteni a csapatokat. Nagyon az elején tartunk, de reméljük, hogy ez a világbajnokság sokat fog lendíteni az itthoni sporton, de hát ehhez jó medencék is kellenek. Hát ugye Egerben ennek a két medencének az alját föl kell újítani, rendbe kell tenni, hogy az a korong azért mégis mégiscsak mert hogy ugye a medence aljával a legkevésbé sem foglalkoznak a vízi pólósok meg az úszók, ebben az esetben viszont nagyon lényeges. Hát ugye a pólósok próbálják egymást a medence aljára küldeni, de, de nem igazán foglalkozunk a medence aljával, hát most foglalkozni fogunk. Én, na most 25 méteres medence ez elég, igaz? E, igazából az 50, 50 az méteres igazi? medencék, tehát az olimpiai méretű medencék jók, mert ugye 25x15 méteres méret kell, és így egy medencében két, két meccs mehet egy időben. E, hogyan lehet ezt a nézők számára igazából élvezetessé tenni? Ez egy hát, nagy kérdés. Így van, vagy nagy, nagyon magas tribünökkel, vagy pedig kivetítőkkel. Hát a világ sok részén ezt kivetítőkkel oldják meg egy meccshez körülbelül öt víz alatti kamera kell, tehát ezzel tudják jól közvetíteni a mérkőzést. És hát ami nagyon fontos ebben a, a, világbajnokságban, illetve ebben a, ebben a versenyben, hogy a Búvár Világszövetség honlapján egyenes adásban megy Magyarország, egyenes adásban megy Eger és a versenyek, kb. 100-105 országba. Tehát ez hihetetlen népszerűséget biztosít, nem csak a sportnak, hanem, hanem Magyarországnak is, illetve annak az országnak, amelyik rendezi a versenyt. Elnök úr, ahhoz, hogy felzárkózzunk a világ legjobbjaihoz, ahhoz az sem ártanak egy VB rendezésén túl, hogyha az edzőink meg a játékosaink minél többen tudnának a nagyoktól tanulni. De vannak magyar idegen légiós játékosok, nem? Egyelőre nem nagyon, talán Szlovéniába járnak át magyar srácok hokizni, de, de nem jellemző a magyar sportra, mert annyira az elején tartunk. Ugyanakkor el kell mondani, hogy minden versenyen részt vesznek a, a magyar srácok, és nagyon sokat tanulnak egy-egy versenyből, hát most azért még mindig az utolsó harmadban szoktak végezni. Egerben, hazai vízben 2013-ban van még idő, mi lehet a célja a magyar válogatottnak? E... Az, hogy valahol a középtájon végezzen, de ennél is fontosabb, hogy mennél több tapasztalatot gyűjtsön. És van még egy fontos, hogy ezek a srácok segítik a Magyar Búvár Szakszövetséget a világbajnokság szervezésében. Tehát minden technikai részletet azért ők dolgoznak ki, és ők segítik a Búvár Szövetséget, hogy azért ez a világbajnokság úgy legyen megrendezve, hogy ezt a magyaroktól megszokta a külföld. Ez mi lesz itt a lebonyolítási rend? Hány csapatos lesz ez a VB? Egyelőre nem tudjuk. Azzal számolnak a Búvár Világszövetség Hoki Bizottságának vezetői, hogy minimum 45 csapat, de lehet akár 70 csapat is. Az időpont az egyenlőre problémás, mert ugye Eger tekintve, hogy kiváló vízi labda csapata van és kiváló úszói vannak, csak az augusztus végét tudta rendelkezésre bocsátani. Ez pedig a déli féltekének, Ausztráliának, Új-Zélandnak, Dél-Afrikának nem a legmegfelelőbb, mert a déli féltekén akkor vannak a vizsgák, középiskolákban is, egyetemeken is. Úgyhogy most, most vitatkozunk még a csapatok számán, de ha szerencsénk van, akkor akár 1000-1200 versenyző is részt vehet. Ezen dolgozunk. Bíráskodás. Részint a víz alatt, részint fönt? Így van. Két bíró van a vízben, egy főbíró van kívül. A két bíró a vízből jelzi a főbírónak a döntést. Az Iztán, öltönyös van kint, így igaz? Van? Tehát nem az öltönyös így, van a vízben? Nem, nem. Jó. Igen. <síthat> 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 és és így, így történik a bíráskodás. Nagyon érdekes, hogy nem a rendező ország biztosítja a bírókat, hanem minden csapatnak, vagy legalábbis az erősebb csapatoknak kötelességük bírót hozni magukkal egy vagy két bírót. De hát megvan ennek a víz alatti hokinak, megvan a a világban globálisan az a bírói kara, amelyik bajnokságokra, tehát kontinentális bajnokságokra, illetve világbajnokságokra. Nem részrehajlóak, profik. Abszolút profik, és a főbíró egy új zélandi ex-játékos, akit mindenki nagyon tisztel, egy Tristan Reynolds nevezetű úriember, aki itt is a Magyar, Magyarországon rendezendő, Egerben rendezendő világbajnokságnak a főbírája lesz. És lehet, hogy meglepődnek a nézők, de ha nem is síp, de víz alatti Duda. Duda szó szóval. van? Így van. van. Tehát még hangja az is, is van, van a, a, víz alatt. Na most ez a sportdiplomáciai siker, ez hozzá vonze sponzorokat szponzorokat ebbe a sportákba, hogy itthon is valami népszerűsége legyen. Vannak úszodáink, ugyan persze rendbe kell rakni majd az aljukat, de nyugodtan társulhatna ez a játék ott és azokon a helyeken, ahol búvárok edzenek, illetve ahol, ahol úszók meg vízilabdázók edzenek, nem? Hát elvben igen, meg szeretnénk is, ha így lenne, de hát egyenlőre úgy, ahogy szerkesztő úr is eltátotta a száját, amikor először olvashatta, hogy víz alatti hoki világbajnokságot rendez Eger, a leendő vagy potenciális szponzorok is elkezdenek gondolkodni, hogy mi is ez, érdekük -e ez, de, de tárgyalunk egy-két nagyobb céggel, és lehet, hogy, hogy lesznek olyan szponzoraink, akik jelentősebb összeggel tudják segíteni a világbajnokságot. Mi egy nagyon pénztelen szövetség vagyunk, viszont ehhez a világbajnoksághoz, hogy ez jól legyen megrendezve, ehhez nagyon, nem nagyon, sok pénz kell, meggyőződésünk, hogy minden fillér, amit ebbe belefektet, bárki is meg fog térülni, az országnak is, Egernek is, illetve a sportnak is. Éppen ma 11 órakor fogok az egri önkormányzattal leülni, és összerakjuk azt a pályázatot, amivel támogatásra pályázunk. Addigra, 2013-ra, csak a mondjuk egy szusz, a KUNDA Pécsi Pirányák, és van egy női csapat, a HOKI Maki is, jók a nevek. Szóval addigra, mióta egy VB lesz, lehet, hogy több csapatos lesz a Magyar-Bajnokság is? Én nem hiszem, mert azért egyik pillanatról a másikra megalakítani egy csapatot, az, az nem olyan egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell gyakorolni, edzeni, összedolgozni, és néhány versenyen is részt venni, ahhoz, hogy, hogy mondjuk egy világbajnokságon mint győztes magyar bajnok indulhasson egy csapat. Én úgy gondolom, hogy e, e közül a három csapat közül fog kikerülni az a, az a legjobb, amelyik részt vehet a világbajnokságon. Elnök úr, jó munkát, jó előkészítést, örülök, hogy egy kicsit alámerülhettünk ebben a témában. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen.